95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az a cirkusz, amit ti képviseltek, az nem az a cirkusz, mint ami mostanság nagyon megy a világban, és hát Las Vegasban, meg Amerikában, ugye elsősorban ott, meg talán Franciaországban is, az utóbbi nem tudom, 5-6-7 évben nagyon felütött a fejét. A Cirque du Soleil-ről és a modern cirkuszról beszélek. Hát ugye mi a tradicionális cirkuszt képviseljük, aminek három alapja van, én mindig ezt szoktam mondani, az akrobaták, a komikusok és az állatok. Egyébként az úgymond modern új cirkusz is ebből építkezik, tehát ugye nagyon sok olyan produkcióból építkeznek, ami a klasszikus cirkusz, de mi úgy gondoljuk, hogy ennek is van jövője, és hát rengeteg nézőnk van, hál' Istennek, és nagyon sok ember élvezi ezeket a műsorokat. Csak az van ugye, hogy annak idején még a 80-as években, vagy a 90-es évek elején, amikor ilyen kis tökmag voltam még, és a nagyszüleimmel, meg a szüleimmel jártunk ilyen sátras cirkuszban, nem tudom, így nevezétek-e, vagy utazó cirkuszba, akkor persze még az volt, hogy igen, megérkezett a városba a cirkusz, felhúzták a sátrat, már ki vannak téve az állatok legelni, vagy nap fürdőzni, vagy nem tudom, levegőzni, akármi, és akkor az egy olyan esemény volt, hogy akkor gyerünk cirkuszba, és aztán telt múlt az idő is, mintha ennek a bizonyos svungnak a hírverése, mintha kicsit háttérbe szorult volna, és akkor az utóbbi 5-6-7 évben pedig az van, hogy akkor a modern cirkuszt helyezte mindenki előtérbe, de ezzel együtt egyébként az utazó cirkuszok ugyanúgy jelen vannak a világban. Igen, ugyanúgy jelen vagyunk, ugye most 25 éves már a Magyar Nemzeti Cirkusz, aminek ugye én vagyok az igazgatója. Én azt szoktam mondani, hogy a minőségi cirkuszra igény van. Tehát ugye, amit te is mondasz, hogy régebben ezek az utazó cirkuszoknak nagyobb sikerük volt, ez talán azért csappant le egy picit, mert nagyon sok olyan kisebb társulat volt, ahol úgymond nem olyan magas szintű produkciókat mutattak be. De ezért mondom, hogy a minőségi cirkuszra igény van. Tehát, hogyha az emberek tudják, hogy valóban ez az a hatalmas cirkusz 70 fővel, rengeteg állattal és tényleg nemzetközi sztárartistákkal, akkor ez még mindig így van, hogyha megérkezünk egy városban, akkor hatalmas felfordulás van, és azon a héten mindenki jön a cirkuszba. És ez úgy van egyébként, hogyha valaki egy utazó cirkuszban kezd el dolgozni, nyilván úgy, hogy egyébként, hogyha megvan hozzá a megfelelő szakmai képzettsége háttere, akkor utána ő egyből be tudja tenni a lábát egy úgynevezett kőcirkuszba. Tehát, hogy mondjam, itt turnék vannak márciustól október végéig, és akkor az adott fellépőt, legyen az egy légtornász, vagy akrobata, vagy bohóc, azt leszerződtetjük, és akkor az adott évben annál a cirkusznál vendégszerepel, és lehet, hogy a következő évben pedig egy másik cirkuszba. Tehát igazából az artistáknak teljesen mindegy, hogy ők most kőcirkuszban, vagy utazó cirkuszban vannak. A produkció ugyanaz lesz. A produkció az ugyanaz, viszont ugye minden artistának megvan a saját gázsia, bérezése, és ugye ezek különböztetik meg az artistát között is, ugye vannak sztárartisták, ahol mindenki őket szeretni és előre le vannak kötve, és hát amelyik cirkusz tudja teljesíteni a feltételeket, amit egy ilyen artista diktál. Mint a focistáknál, persze, a kluboknál. Úgy lehet igazolni artistákat is. És hogyha vesszük még ezeket a bizonyos párhuzamokat vagy ellentéteket a hagyományos cirkusz és a modern vagy új keletű cirkusz között, hogyha valaki a saját szakmájában tökéletesen profik, mint artista például, vagy mint komikus például, akkor neki egyenes útja lehet az új cirkuszban, ami egyébként már inkább ilyen előadó művészetről szól, ilyen színpadi akrobatikáról. Igen, tehát vannak olyanok, akik egyik évben mondjuk egy klasszikus cirkuszban lépnek fel, a következő évben pedig egy modern, új cirkuszban. Tehát a kettő nem üti egymást. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a kettő az ellentéte egymásnak. Abszolút nem. Ugye az új cirkuszban általában egy történetet mesélnek el, tehát ott a produkciókat egy picit átalakítják, más koreográfiával, zenével mutatják be. A klasszikus cirkuszban meg ugye vannak a 8-10 különböző produkció, és abból tevődik össze egy kettő és fél órás műsor. Tehát nincs ellentét a két műfaj között. Te beleszülettél egy ilyen hagyományos cirkuszi családba, ugye nem tudom, hetedik generációs artista, majd talán? Igen. Beleszülettél egy ilyenben, nyilván láttál már új cirkuszi előadást, gondolom voltál egy ilyen kettő, hanem is Magyarországon, de külföldön, vagy fordítva, tök mindegy, el tudnád magad képzelni egy olyan előadásban? Hát volt már erre példa, hogy klasszikus cirkuszban rendeztek, tehát hogy
ötvözték a kettőt, és abszolút nem elképzelhetetlen ez, tehát hogy abszolút el tudom képzelni, hogy ahogy fejlődünk, és változik a világ, hogy ugye nálunk is, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a poronmester bejön, és akkor a hangos bemondó. Pontosan. Tehát, hogy itt is ugye különböző produkciók vannak már, modernebbek, fény és hangtechnikával, és stb. Tehát, hogy olyan egyve ötvözzük a klasszikus cirkuszt a modernnel, tehát a cirkusz azért egy nagyon komoly és jó dolog, mert ugye a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki jól tud szórakozni egy magas színvonalú cirkuszi előadáson. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattalak be. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Ugye jól mondtam? Pontosan jól mondtam. Szóval köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Köszönöm a lehetőséget. Te vagy a legfiatalabb, hogyha minden igaz, világszerte, aki cirkuszigazgató lett. Igen, 19 évesen lettem cirkuszigazgató, ugye az édesapám alapította a Nemzeti Cirkuszt, és miután ő kapott egy másik lehetőséget, átadta ezt a hatalmas cirkuszt számomra. Egy hatalmas kihívás volt ez az elején, de hál' Istennek megugrottad a feladatot. Helytállni, igen, és azóta is töretlenül megy a cirkusz tovább. Nyilván amióta felálltál a két lábadra, és nem tudom, tudsz járni, vagy már négy kézláb is, azóta te folyamatosan ott vagy a poront közelében, és pontosan tudod, hogy hogy épül fel egy cirkuszi előadás, vagy egy akármilyen műsorszám, de az 19 évesen, hogyha az embernek a nyakába ullik egy ilyen nagy feladat, azért én ott egy kicsit megrettettem volna, hogy akkor hoppá, tehát hogy eddig jó, hogy figyeltem apának a munkásságát, de most akkor nekem kell összerakni mindent. Igen, de azért hál' Istennek nem volt az ennyire drasztikus, tehát ugye előtte is már egyre több és több feladatot kaptam az édesapámtól, tehát hogy lassan volt ez felépítve, és azért a háttérből az édesapám nagyon sokat segít még a mai napig is, és hát egy jó csapat a legfontosabb egy 70 fős társulatnál, tehát hogyha mindenki tudja a saját dolgát, és mindenki azon van, hogy siker legyen, és telt ház, akkor valóban működik ez az egész. Nyilván a cél szentesíti az eszközt. Olyan az elmúlt sok-sok év alatt volt-e, amióta édesapád átadta neked a feladatot, és te lettél a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, hogy ott van, gondolom, amikor összerakjátok az aktuális műsort, és azt mondja, hogy Joci, nem, ez nem lehet benne. Őket viszont mindenképpen tett bele. Nem, ennyire drasztikusan nem volt még, tehát hál' Istennek szabad kezet kapok az ilyen döntésekben, és megosszuk egymással a véleményünket, de hál' Istennek általában egyezik a véleményünk, úgyhogy ugyanazon az alapelven működtetjük a cirkuszt. Velem szemben a stúdióban, tehát a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en a világ leges, legfiatalabb cirkuszigazgatója. Voltál, amikor megkaptad ezt a feladatot, hogy azóta van-e hasonló korú, vagy fiatalabb, vagy kb. Még nem értek utol. Még nem? Akkor még mindig, tehát hogy a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója, tehát a Magyar Nemzeti Cirkuszigazgatója, ifjabb Richter József. Köszöntelek még egyszer, örülök, hogy jöttél, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Mondhatom, hogy Jocival? Persze, igen. Jocival. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, direktora, a világ legfiatalabb cirkusz igazgatója. Arról már beszéltünk az imént, hogy édesapád egyszer csak átadta neked a pozíciót. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy te egy hetedik generációs artista családba születtél, mert pontosabban te vagy a hetedik generáció. Te már úgy születtél, hogy lényegében semmi más lehetőséged nem volt, pontosabban volt, de mégis ez lett. Igen, hát egy kalandos élet a cirkuszos élet, ugye a szüleim, a nagyszüleim, mindenki ezzel foglalkozott, és hát szinte mondhatjuk, hogy a cirkusz világában nőttem fel. Minél idősebb lettem, annál jobban szívtam magamba a cirkusznak az illatát, és azt szokták mondani, akinek a talpára ragad a forgács, az nem tudjon levakarni, és hát erre én vagyok a legjobb példa. Ugyanis 12 évesen én úgy döntöttem, hogy, illetve a családdal úgy döntöttünk, hogy végre legyen valaki, aki nem a cirkuszos pályát folytatja,
és az én voltam, aki megpróbálkozott a versenysporttal, teniszezőnek készültem, ahol egész szép sikereket is sikerült elérnem. A legjobb 8 között voltam a korosztályomban annak idején, de valahogy mégis úgy éreztem, hogy valami hiányzik, tehát évről évre ugye a versenyek, tanulás, stb. És hiányzott, és 16 éves környékén, 16 éves lehettem, amikor egy versenyen elszenvedett vereség után úgy döntöttem, hogy leteszem az ütőt, és mégis visszatértem a cirkusz porondjára. Hogyha nyertél volna, akkor nyilván ott maradsz. Hát sajnos teniszben nincs olyan, hogy mindig nyer az ember, tehát ott ugye a kudarcokat is el kell tudni viselni. De ezzel együtt nincs két egyforma előadás. Nyilván van, amelyik jobban sikerül, meg van, amelyik nem sikerül annyira jól. Abszolút, igen. Tehát ugye egy élő műsorra beszélünk, ott is az ember leesik néha a lóhátáról, ami beletartozik. De valahogy ez a világ hiányzott, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt visszatérni. Az a pesgés, ami a cirkusszal jár, persze. Pontosan az, hogy nincs két egyforma nap, ugye folyamatosan utazik az ember, új embereket ismer meg, új közegben van, külföldön van, tehát nagyon sok minden van. Azt nem értem én egyébként, hogy nyilván az még egy ilyen nagyon utazós világ volt, tehát, hogy mentetek városról városra, külföld, belföld, és akkor mindenhol felállítottátok a kis sátratokat, és akkor utána edzések, próbák, előadások, és aztán megint gyerünk tovább. És amikor 12 éves korodban kiszakadtál, akkor egyáltalán hogy tudtál létezni? Tehát, hogy nyilván a család ment tovább, és csinálták a kis cirkuszos dolgaikat. Abszolút. Téged pedig ott kellett hagyni, hogy akkor Joci, tessék edzeni. Joci itt maradt Budapesten, és a nagymamámmal együtt éltem 4 éven keresztül, és akkor az úgymond normális életet éltem. Tehát iskolába jártam, edzésre jártam, versenyre jártam, és a cirkusz meg utazott a nagy világba, és pont ez volt az én szívfájdalmam, hogy nem lehetek ott, és hétvégente, amikor pedig meglátogattam őket, akkor még rosszabb volt, ugye, hogy látni a fényt és a csillogást a porondon, úgyhogy szerintem ez nagyon közrejátszott abba, hogy mégis visszatértem. 12-től 16 éves korodig próbálkoztál vele, addig éltél Budapesten a nagymamáddal, viszont neked előtte is iskolába, meg utána is iskolába kellett járni. Tehát, hogy egy ilyen életben, ami arról szól, hogy akkor utazunk, előadás van, próbák vannak, stb. Hogy jár például valaki iskolába? Tehát nincs olyan, hogy minden reggel ugyanabban a szobában, ugyanabban az ágyban ébredsz föl, és akkor 8-ra bemész az iskolába, és utána ugyanoda hazamész. Mindig én voltam a csodabogár az iskolába. Magántanulóként végeztem a tanulmányaimat, tehát ez azt jelenti, hogy egy tanár utazott velünk a cirkusszal, és ő felkészített a különböző tantárgyakból, majd osztályzó vizsgát kellett tenni a suliba, aminek nyilván van előnye, meg hátránya is, de azért jó, mert ugye én a ló mind a két oldalát láttam, tehát amikor... Szó például, szerint egyébként. amikor itt Budapesten teniszeztem, akkor pedig normálisan jártam suliba, úgyhogy nem bánom a teniszse, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, és én úgy gondolom, hogy ezt az egészet fel tudom használni az életemben. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy én értem azt, hogy te cirkuszigazgató lettél, meg hogy rengeteg díj van a zsebedben, de hát ahhoz rengeteg kellett gyakorolni. Az ember nem tud csak úgy, nem tudom, egy szaltót megcsinálni egy egyébként ügető lónak a hátán például. Hát igen, ez ebben egy életmunkája van, tehát azért a tenisz előtt is én 6 éves koromtól 12 éves koromig nagyon sokat edzettem a szüleim a Honvéd Sport Egyesületbe. Tehát neked rendesen be. El kellett járni tornász edzésekre. Pontosan, tehát szertornászni jártam, ahol elsajátítottam a talajakrobatikát, tehát hogyan kell szaltózni, flick-flack, stb. Tehát én különböző ugrásokat. És hát a tenisz ideje alatt ezt egy picit hanyagoltuk, pihentettük, majd amikor abba hagytam, ugye akkor ezt a tudást valahonnan elő kellett rántani, ami kín és szenvedéssel járt, mert ugye az ember felnőttként majdnem ismét szaltózni, meg különböző, tehát nagyon sok munkával járt, mire vissza tudtam rázódni az akrobata életbe. Az a fura ebben az egészben, hogy beleszülettél, belecsöppentél a cirkusz világába, és akkor onnan egyértelmű, hogy akkor majd cirkuszos leszel. Aztán utána fogod magad, és akkor kiugrasz ebből az egészből, nyilván szülők hatására, meg benned is volt valami nyilván, hogy akkor én majd elkezdek teniszezni, ez egy másik vonal. Mert igazából az is lehetett volna, hogyha már egyébként járnod kellett különböző szertornázésekre, hogy akkor te a sportvilágában veszel el, és szertornász lesz belőled.
Ez is előfordulhatott volna, tehát... Ez lett volna az egyenes vonal. Ugye tinédzserként az ember másképp látja az életét, mint mondjuk felnőttként. Tehát de ez volt a jó, hogy a választási lehetőség előttem állt, és megtehettem azt, hogy én magam kiválasztom, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és úgy gondolom, hogy nem döntöttem rosszul. Ki is választottad, a szertornát is, meg a cirkuszt is, aztán egy kicsi ideig ugye elkalandoztál a tenisz világába, de az még egy harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom, hagyadik nehezítés, hogy ha az ember meg tudja már csinálni a szaltót, az egy dolog, hogyha talán megcsinálja. De amikor elő kell venni egy lovat, vagy ki kell hozni a karámból a lovat, és akkor azon kell csinálni különböző dolgokat, az már egy nagyon-nagyon sokadik nehezítés. Hát abszolút, ugye a földön kezdődik minden, ott elsajátítja az ember az alapokat, aztán jön a ló, ott meg kell tanulni állni a lóhátán, aztán tempózni, tehát hogy felugrani, és utána jönnek a különböző szaltók a lóhátán, egyik lóról a másikra, két ember magasságban, három ember magasságban, tehát határ a csillagos ég, és ugye a Richter családnak ez a specialitása, ugye a lovas akrobata szám, és én is ezeknek a díjaknak a nagy részét ezzel a produkcióval tudtam bezsebelni. Nem egy veszélytelen sportág, ezt talán nevezzük így, nyilván te is összetörted magad párszor. Sajnos igen, most is úgy ölök itt előtted, hogy itt az alkaromba két darab vaslemez és 13 darab csavar van. Tehát, olvastam valamikor egy 2018-as cikk talán, hogy már akkor ki kellett volna szedetni, csak nem volt rá időd. Pontosan, és azóta is ott van. Tehát, hogy hát igen, egyik fellépés követi a másikat, és azért ez egy jó néhány hetes, hónapos kihagyás lenne, és hát ugye addig kell ütni a vasat, amíg meleg, amíg fiatal az ember, addig szeretné a sikereit elérni, és hát majd utána esetleg valamikor ezeket a fémtárgyakat remélem, hogy sikerül majd eltávolítani. Repülőgépen sokat utazol? Igen, beszokott csipantani, hogy erre vagy kíváncsi. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifjabb Richter József. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Az imént beszéltünk arról, hogy hát lehettél volna tornáz, de te visszamentél a cirkusz világába, és kihoztál egy lovat a karámból, és azon kezdted el azokat a bizonyos szaltókat csinálni, amit korábban megtanultál a talajon. Aztán utána majdnem teniszező lettél, de aztán meggondoltad, mert egyszer csúnyán kikaptál valakitől, vagy nem csúnyán, de kikaptál valakitől, és visszatértél a cirkusz világába. Na most, hogyha az ember belecsap egy ilyenbe, hogy akkor kitalál például egy új műsort, vagy szeretne egy új műsort összerakni, azt hogy csinálja? Tehát, hogy van még olyan, amit nem találtak ki, vagy bárhol a virágon bármilyen artista még nem csinált meg? Hát nagyon nehéz, ugye rengeteg artista van a világon, és rengeteg cirkuszfesztivál van, ugye van Budapesten is, Monte Carlóban, Párizsban, és ezeken a fesztiválokon is mindig az újdonságot keresik, tehát hogy valami olyat, amit még nem láttak, vagy olyan koreográfiával, olyan zenévilággal, és ezért nagyon nehéz olyat kitalálni, amit nem láthatott a közönség, és én úgy gondolom, hogy a sikereinknek a titka az ebben rejlik, hogy valóban olyan produkciókat tudtunk bemutatni, amit idáig nem sikerült másnak bemutatni. Azért a kérdés, mert hogy nyilván a szaltók azok mindig szaltók maradnak, tehát hogy hátrafelé csinálod, vagy előrefelé csinálod, vagy nem tudom, kapaszkodsz szépen a kantárban, és akkor az egyik oldalra leteszed mind a két lábad, aztán a másik oldalra, ugyanazok az alapmotívumok, ezeket kell másképp összepakolni, tehát hogy igazából már nincs új a nap alatt, gondolom én. Hát nekünk sikerült, tehát például a feleségemmel ugye Monte Carlóban, amikor megnyertük az Aranybohóc díjat, akkor egy közös produkciónk, amit úgy hívunk, hogy Balett a lóháton, vagy szakmai nyelven padödő. Úgy általában a férfi az két lóhátán áll, és fogja a kezében a gyeplőt, ugye ami egy ilyen egyensúlyt ad, és akkor a partnere pedig a vállában áll, kézen áll, spárgázik, tehát különböző mutatványokat mutat be. Ezt mi úgy fejlesztettük tovább ezt a produkciót, hogy ezeket a gyeplőket elhagytuk, tehát tulajdonképpen szabadon egyensúlyozok a lónak, a lovaknak a hátán, és közben két kézzel tartom a feleségemet. És ez valóban, ez így most lehet, hogy egyszerűnek hangzik. Nem, ez nagyon nem hangzik egyszerűnek, hogy irányítod a lovat? Tehát, hogy ha nincs semmi, akkor nem értem. Tehát, hogy a lónak kell, hogy legyen kantár a nyakán, amivel tudod irányítani. Tehát, hogy muszáj fogni, különben elmegy egyik irányba, másik irányba, te pedig az angol spárgát úgy csinálod meg, hogy Jean-Claude Van Damme
tudom, sosem csinálta úgy. Körülbelül, sajnos a gyakorlás folyamán voltak ilyen precedensek. De igen, tehát, hogy ezért nagyon fontos az összhang állat és ember között, és ezért kell nagyon sokat gyakorolni, szoktatni a lovakat is ahhoz, hogy ugye miközben ők vágtáznak, hogy tartsák ugyanazt a ritmust, és tulajdonképpen a hangomra reagáljanak, amikor egy picit gyorsabban, lassabban, mert ugye egy rossz mozdulat a lovaktól, és ugye mi repülnénk, aminek nagyon rossz következményei lennének. Tehát, hogy mindent lehet továbbfejleszteni, vagy éppen ugye a Monte Carlo-ban a világ legnagyobb egzotikus állatprodukcióját mutattuk be, ahol 32 állat volt látható egyszerre a porondon, és tulajdonképpen nem csináltak semmit az állatok, hanem három különböző irányban mentek, és ez egy akkora látvány volt, elefántok, zsiráfok, zebrák, pupostevék, tehát, hogy mindig ki lehet találni valami újat, hogyha kreatív az ember. Hogyha lefordítom ezeket a mondatokat, amiket most mondtál, akkor ez annyit jelent, hogy igazából most már minél veszélyesebb egy produkció, vagy minél nagyobb benne a veszélyességi faktor, attól izgalmasabb tud lenni mondjuk a zsűri, vagy a kedves közönség számára? Abszolút, ugye, amikor egy filmet nézünk, akkor ott megvágják a filmet különböző kaszkadőrök, különböző számítógépes technikával. Na most nekünk ezzel kell felvenni a versenyt, ugye egy élő műsor során, hogy mondjuk az akróbata azt a tripla szaltót megugorja és elkapja a fogóember, vagy nem sikerül és leesik. Tehát, hogy fel kell tudni venni a versenyt a számítógéppel, a folyamatosan a kisgyermekek is most már a tévétnél, tehát hogy nagyon sok olyan dolog van, amit élő műsorban vissza kell tudni adni a közönségnek. Én ezt értem, de ezzel együtt akkor előadásról előadásra, vagy talán még edzésről edzésre, vagy gyakorlásról gyakorlásra is folyamatos életveszélynek teszed ki magad. Hát nevezhetjük életveszélynek, de ugye egy profi artistának mindig tudnia kell, hogy mit csinál. Teljesítő képességi határait. Igen, tehát hogyha valaki azt túllépi és úgy gondolja, hogy ő szupermen, akkor ott már problémák vannak. Tehát azért kell tudni, hogy mik azok a határok, amit be lehet tartani. Ez az egyik része, ugye, amikor hát ilyen mondjuk azt, hogy a porondon csináljátok, és mégsem a porondon, hiszen mégiscsak egy lóháton állsz, de azért vannak azok, akik a trapézon vannak, és ott is azért elég nagy a veszélyességi faktor. Abszolút, ugye a Nemzeti Cirkuszban most 25 éves jubileumig áll a műsorunk látható. Itt vannak, akik a trapézon, ugye, amit említettem, a tripla szaltót mutatják be, vagy éppen 20 métert repülő FMX motorosok, akik, ez egy ilyen extrém produkció, tehát tulajdonképpen ez is a sportból merítettünk, és egy hatalmas látványt biztosít ez a produkció, vagy éppen Simet László, aki a londoni olimpia zárőnnepségén is fellépett egy astronauta produkciójával. Tehát, hogy valóban nemzetközi sztárartistákat sikerült elcsábítanunk Magyarországra, és tényleg a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki élvezni tudja. 8 tagú zenekar kíséri a műsorunkat, egy afrikai énekes hölgyel, aki élőben énekel. Tehát valóban nagyon színvonalas. Beszéltünk az akrobatikáról, ami a porondon történik, beszéltünk arról az akrobatikáról, ami a trapézon történik, na de hát nyilván vannak olyan produkciók is, amihez nem kell akrobatika, hanem kellenek hozzá olyan állatok, amik egzotikusak, például elefánt, például zsiráf, vagy tigris, vagy ilyesmi. Abban is van azért veszély, mert hát én értem, hogy idomított állatok, és az idomár gyerekkoruk óta, vagy kölyökkoruk óta velük van, de azért mégiscsak kiszámíthatatlan állatnak a viselkedése, főleg úgy, hogy nem tudom, mi történik a nézőtéren, valaki nagyon nagyot sikít, és akkor akármi lehet. Igen, én úgy gondolom, hogy az állatok hozzátartoznak az igazi cirkuszhoz, és a Nemzeti Cirkusz ugye köztudottan egy állatbarát cirkusz, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy bebizonyítsuk, hogy az állatokat valóban lehet jól is tartani a cirkuszba. Ugye manapság nagyon sok szó esik erről, de ezt is lehet jól csinálni, én azt szoktam mondani, tehát nálunk egy nyitott cirkusz vagyunk, és ahogy említettem, nagyon fontos a harmónia ember és állat között. Nem az a legfontosabb, hogy egy állat minél nehezebb kunsztot mutasson be, hanem valóban az, hogy a látvány meglegyen, hogyha 5 elefánt bejön a porondra, és mondjuk a páholyból néhány néző meg tudja etetni, vagy a zsiráfot, ez már egy maradandó élmény egy kisgyermek számára esetleg.
Tehát, hogy az állatokkal együtt dolgozunk, és nagyon sokszor például az elefántok hátán is, az elefánt feldobja az akrobatát, és ugrik egy szaltót a hátán, tehát nagyon sok látványos dolgot lehet az állatokkal együtt is bemutatni. Így, hogy beszélsz róla, nekem jönnek elő a, nem tudom, ilyen 5-6-7-8-10 éves kori emlékeim, hogy tényleg történtek ilyenek. Akkor még mondjuk féltem a bohóctól, most már annyira nem. Nálatok egyébként most említettem a zsiráfot, meg az elefántot, ezeken kívül milyen egzotikus állatok vannak? Vannak még zebrák, pupos tevék, és hát rengeteg ló, és ha már a bohócról beszéltél, ugye ez is egy komoly dilemma a bohóc a cirkuszban. Én inkább már komikusnak hívnám, tehát ugye a nagy piros orr és a nagy cipő, ez már egy picit a régmúlt bohócait idézi. A mostani komikusok, akik a modern korban már teljesen másképp szórakoztatják a közönséget. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifjabb Richter József, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is ifjabb Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Csomó dologról beszéltünk már, például elefántokról, például zebrákról, például zsiráfetetésről. A bohóc most már nem az a bohóc, mint aki volt még a 80-as években, 90-es években, komikusnak hívod, azt mondtad, és hát nincs már nagy piros orr, meg nincs 64-es cipő a lábán, hanem most már másképp szórakoztat, de nyilván ezzel együtt a vattacukor és a popcorn még mindig hozzátartozik, meg mindig ugyanúgy szórakozik az ember a cirkuszban. Viszont ezzel együtt, hát van például múzeumok éjszakája, és van például olvasás éjszakája, és van például cirkuszok éjszakája is. A cirkuszok éjszakája nálatok megjelenik-e? Abszolút megjelenik, most már 7. alkalommal rendezzük meg a cirkuszok éjszakáját, és hát tavaly akkora sikert aratott ez a cirkuszok éjszakája, hogy idén 2 napossá rendezvény sorozatra bővítettük, úgyhogy ez most pénteken és szombaton, július 12 és 13-án Balatonlellén lesz látható, rengeteg programmal készülünk, köztük a nagyon népszerű elefántfürdetéssel is, amikor ugye az afrikai elefántok Balatonlellén a napfénystrandra levonulnak, és ott a helyi tűzoltók segítségével egy hatalmas tusfürdőt tesznek, úgyhogy erre a programra mindenképpen mindenkit invitálok, több ezer ember szokott eljönni, és már hagyomány, ezzel nyitjuk meg a cirkuszok éjszakáját. Az lenne az igazán izgalmas, hogyha nem tűzoltó autók lennének, meg ilyen zuhany lenne, elefánt zuhany lenne, hanem hogyha tényleg arról cikkeznének utána az újságok, hogy nézd már, elefántok fürdenek a Balatonban. Volt ilyen is korábban, csak most már sajnos ez nem kivitelezhető, ezért marad a zuhany. És hát este pedig ugye hát benne van a nevében is, hogy éjszaka, a cirkuszok éjszakája. 19 órától 24 óráig egy extra kibővített műsorral készülünk, ahol rengeteg sztár vendég lesz látható, köztük Szandi, Baronics Gábor, Élnappal Lali, Nagy Alexandra, akik különböző cirkuszi produkciókat fognak bemutatni a Nemzeti Cirkuszban. Kicsik és nagyok bejöhetnek a porondra, kipróbálhatják a cirkuszi eszközöket, este az állatokat is megtekinthetik, tehát kulisszalátogatás is lesz, és hát ugye a 25 éves jubileumi gála műsorunk adja a gerincét a műsorunknak, ahol Steve és Jones, Itália nagy nevetetői láthatóak, Simet László díjnyertes produkciója, 5 afrikai elefánt, zsiráfok, zebrák, ugye a Magyar Hungarikum már nyilvánított lovas akrobata produkció, tehát ez valóban a cirkusznak az ünnepe, a cirkuszok éjszakája, most már 2 napos lesz, nagyon nagy az érdeklődés, és itt azért jó ez a program, mert ugye nem csak a 2 óra fény és csillogásról van szó, hanem a közönség egy picit betekinthet a kulisszák mögé, kipróbálhatja a cirkuszi eszközöket, hogy rájöjjenek, hogy valóban mennyi munka és kitartás kell ehhez a művészethez. Lesz tehát cirkuszok éjszakája, lesz elefánt zuhanyoztatás vagy zuhanyzás, ki lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy mi történik a színfalak mögött, és beszéltünk ugye állatokról, beszéltünk akrobatikáról, beszéltünk trapézról, meg bohószokról, pontosabban komikusokról, egy dologról nem beszéltünk még, aki összetartja az egészet. A porondmester, az van még?
van még poronmester, de már ez se úgy működik, ahogy korábban, hogy na most akkor, hölgyem is, uraim, következik ő is, hanem a poronmester is inkább, amit muszáj, tehát az információkat átadja az artista művészeknek a nevét, inkább a műsorunk az már magától zajlik, tehát az egyik produkció után kapcsolódik a következő, pont azért, hogy ne legyenek fölösleges üres járatok az eladáson belül. Beszéltünk arról, hogy lesz Cirkuszok éjszakája, beszéltünk a műsorról, beszéltünk arról, hogy 25 éves a Magyar Nemzeti Cirkusz. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ha az ember neki áll egy új számot összerakni, például egy lovas akrobata számot, vagy egy akármilyen számot, akkor azt tudatosan úgy pakolja egyébként össze, hogy azzal tudja, hogy majd nevezni fog mondjuk Monte Carlo-ban a cirkuszfesztiválra, vagy akármilyen versenyre, vagy szimplán csak megcsinál valamit, és akkor utána, ha az jól sikerül, akkor mégiscsak megpróbálom azt a versenyt. Hát ugye ez egy nehéz kérdés, tehát nálunk ugye a családban az édesapám az első fesztiválon 45 évvel ezelőtt volt, a bátyám, aki ugye először nyert ezüst és aranydíjat, tehát nálunk ez egy ilyen kihívás volt nekem is, ami ott lebegett a fejem fölött, és mindenképpen szerettem volna ezt elérni, és miután sikerült, ez egy nagyon jó dolog. Nagyon nehéz ide eljutni. Tehát ide az artistáknak a krémje, ugye ez meghívásos alapon működik, és tényleg csak olyanok, akik valami újat tudnak mutatni, valami mást, mint a többi. Ahogy beszéltünk róla korábban, nagyon sok alap tudás kell hozzá, és abból lehet ugye tovább fejlődni. Nagyon sokan készülnek erre a fesztiválra, de nagyon kevesen érnek el odáig. Tehát két kezemben meg tudnám számolni, hogy hány magyar artistának sikerült idáig. Ha veszük a világ cirkuszait, mert nyilván minden egyes országban a saját cirkuszok működnek, akkor lehet ilyen sorrendet felállítani, hogy a világ országai közül mely országokban vagy mely országban van a legjobb cirkusz, és akkor itt Magyarország hol áll? Én azzal büszkélkedhetek itt most, hogyha mondhatom, hogy az utazó cirkuszok között szerintem Európa 5 legjobb cirkusza között a Nemzeti Cirkusz jelenleg ott van. Úgyhogy ez egy nagyon nagy büszkeség számomra, ugye nagy nemzetek, cirkuszos nemzetek, a német, az olaszok, a franciák, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagy büszkeség, hogy van egy olyan utazó cirkusz Magyarországon, ami tényleg 8 hónapon keresztül egy nemzetközi sztárartistákat felvonultató műsort tud üzemeltetni, és erre van nézettség is. Tehát a legfontosabb az, hogy jön a publikum, és ugye nem üres házaknak dolgozunk, hanem valóban rengeteg néző jön, és hát nagyon remélem, hogy ez további 25 éven keresztül lesz még ilyen népszerű ez a cirkusz. És ide vezetett volna a következő kérdés, amit említettél, hogy ugye alapvetően, hogyha veszünk egy színházat például, az is előadó művészet, csak az másfajta előadó művészet. Elkezdődik szeptemberben vagy augusztus végén az évad, és akkor az valamikor május végén, június közepén befejeződik. Az utazó cirkuszokkal pedig az van ugyebár, hogy hát hogyha nyár van, akkor ti nagyon dolgoztok. Van leállás? Igen, itt teljesen másképp van a turné. Ugye március közepétől október végéig van a magyarországi turnénk, ahol 22 városban vagyunk láthatóak, és több mint 220 eladást tartunk egy évben. És ugye, ami félig számunkra is nyaralás, az pedig július-augusztus, amikor Balatonlellén, ugye most is ott vendégszerepelünk, és minden este csak egy eladásunk van 20 órától, úgyhogy ez egy picit ilyen lájtosabb. De igen, tehát nálunk így épül fel egy turné, és telente pedig külföldön mindig más városban, Amsterdam, Stuttgart, Monte Carlo, ahova éppen a produkciónkat leszerződtetik, ott szoktunk fellépni. Legutóbb ugye, hogyha jól emlékszem, vagy jól olvastam, akkor Stuttgartban vendégszerepeltetek, talán tavaly, vagy tavaly előtt télen. Mindig ugyanoda tértek vissza, vagy ez is meghívásos alapon működik, hogy akkor megtalálják a Magyar Nemzeti Cirkuszt, vagy ifjabb Richter Józsefet és az ő kis produkcióját, és akkor meghívják valahová. Igen, ezek abszolút meghívásos alapon működnek. Tavaly télen Stuttgartban léptünk fel, ez a világ legnagyobb karácsonyi cirkusza volt, de idén pedig már Heilbronn városában, szintén Németországban fogunk fellépni, de ez csak egy ilyen 3 hetes periódus, tehát december közepétől január elejéig, ahol ilyen karácsonyi műsor keretein belül lépünk fel.
zajlik tehát ez a bizonyos előadás sorozatot Balatonlellén, lesz a hétvégén Cirkuszok éjszakája, és az imént említettél egy olyan műsort, vagy legalábbis produkciót, hogy akkor nem kell fogni a lovaknak ugye a kantárját, mert hogy nincs nekik, viszont a lábaddal meg a hangoddal irányítod őket, és a kedves párod, ugye a feleséged pedig a nyakadban csinálja a különböző balettmutatványokat. Ez most egy műsor, és akkor ezt még csináljuk, vagy azért folyamatosan töri egy artista közben a fejét, hogy akkor mit lehetne összepakolni a következő évadra. Folyamatosan törjük a fejünket, és minden évben új műsorra jelentkezünk. Ugye van egy közönségünk, akik minden évben eljönnek hozzánk, és hál' Istennek ez mindig bővül. Ezért kell megújulni, tehát nincs két egyforma műsor. Ez a műsorunk, ugye 25 éves jubileum, ez október végéig fog menni, és jövő márciusban egy teljesen új műsorra fogunk készülni. És a jövő márciusi új műsorra, te mint a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, már vannak ötletek a fejedben, hogy akkor mely országok, mely artistáit szeretnéd megnyerni, és akkor már tárgyalsz velük? Hajjaj, már gőzerővel készülünk, tehát már most szervezzük a jövő évi turnénkat, hogy milyen újdonságokat tudunk Magyarországra elhozni. Egy utolsó kérdés a végére. Artisták persze nyilván lesznek csomóan újak a következő évi műsorban. Állatok lesznek-e újak, amik eddig még nem voltak? Mi a meglévő állatállományunkkal dolgozunk, ugye akik állandó tagjai a Nemzeti Cirkusznak, és ezeket a produkciókat alakítjuk át. Tehát van, amikor a tevék a zebrákkal lépnek fel, az elefántok a lovakkal, és ezeket kombináljuk mindig egy új koreográfiával, egy új produkcióval. Hát akkor olyan nincs, hogy akkor szeretnél, nem tudom, egy oroszlán idomárt, aki hozza a saját oroszlányát. Volt ilyenre is példa, de jelenleg a saját állatainkkal lépünk fel. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, kellemes további szép napot kívánok neked. Köszönöm szépen. Ennyi volt már a Sláger Kult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en. Ifjabb Richter Józseffel, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, kezét csokolom. Viszont látásra, viszont hallásra.